Kedves gyerekek, hoztam nektek egy krampuszt, tessék integetni a gyerekeknek. Az ajándékaitokat sajnos otthon hagytuk. Nagyon feledékeny ez a Mikulás, meg aztán hideg is van Lapföldön. Ez árt az agytekervényeknek, igaz? Hát mi van, Rudikám? Milyen piros az orrod? Mutasd meg, hol van az orrod? De itt magadon mutasd meg. Itt magadon, magadon. Ott az orrod. Most pedig a gyengébb idegzetűek forduljanak el. Hulla hó és hó zig zig zig. Mondd, hogy Mici Mackó fázik. Kicsit hangosabban. Mici Mackó. Pa 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 pa. Drága mama. Igazi. Drága mama. Nos, kérem szépen, a karácsony szünetben egy kis pihenés, jól megérdemelt pihenés. Nyisd ki a szád. Pedig nem tudjuk magunkat kipihenni. Könnyen így járhatunk, hogy így fogunk kinézni. Te kis rossz életű. Mit reggeliztél, hogy ilyen furcsa képet vágsz ma reggel? Mit a füstölt hal? És milyen volt a füstölt hal? Hölgyeim és uraim, ez a gyerek rám hasonlít. Kétségtelen, hogy ki az apja. Mindenkit üdvözlök innen a világbőrből, amikor már föld lakhatatlanál, akkor én innen szemlélem az eseményeket. Itt még úgysem voltam a sok utazás során. Már ilyen volt, hogy nem tudok hova menni. Csúszerint egy világbőrű útra vegyek. Csup-csup! Várjuk a tavaszt a drága mamával. Mapecsó. Mapecsó. A két hülye öreg. Csak egy. A helyén olyan nagy piros eltűnt. Mondd, hogy bá. Kati Csabogárka, Kati Csabogárka, elég volt, elég volt, Kati Csabogárka, elég volt, Kati Csabogárka, akkor elkapcsoljuk az éva még. Süti, süti kalácsot, nyiska szád, na most, Krisztián, nyisd ki a szád! Sziasztok! Mondjátok, hogy sziasztok! Sziasztok! Mit mondtál? Csíz. Csíz, igen. Kis piroskák. Na, kinek van jobb szemüvege, fiam? Neked vagy neked? Ki? Tittének. Tittének? Igaz, a színe jó. Meg a formája is. Küldj egy pusit.
ide a mikrofonba, mondjad. Pá-pipá-dipá-pipá, pá-pipá-dipá-pipá. Még egyszer?